Szervusztok, 2024. augusztus 30-a van, péntek, nyugati pályaudvar, 12 óra 59 perc. Amúgy elég pervers dolog 33 fokba ide kijönni. A mögöttem látható Skoda 109 E-típusú mozdony, ami egyébként megszokott látvány volt az elmúlt években a metropolitanok élén, az úgy tűnik, hogy szeptembertől eltűnik a magyar vaspályáról, mert hát én úgy hallottam, hogy az ETCS-re hivatkoznak, amit én nem nagyon értek, mert a Váci oldalban nincs ETCS, úgyhogy lehet, hogy a szlovák oldalban van valami, lehet, hogy ezt ti jobban tudjátok, akkor majd írjátok meg, minden esetre ez volt valami indokszerű dolog. Egyébként ebből a mozdonyból 20 darab készült a cseh vasútnak, három áramnemű, tehát tudja a 25 kV 50 Hz-et, tudja a 15 kV 16 2/3 Hz-et, és tudja a 3000 volt egyenáramot, tehát univerzálisan tudják használni cseh barátaink. Végsebessége pedig 200 km per óra. Egyébként érdekesség, hogy a szlovákoknak is készült kettő, a cseheknél 380-as, a szlovákoknál pedig 381-es sorozat jellel. A szlovák ugyanilyen Skodák csak 160 km per óra végsebességűek, bár szerintem a színük lényegesen jobban néz ki ez a piros fehérrel, mint ez a cseh festés. Igaz, hogy a mögöttünk lévő éppen reklámos, és ahogy megtudtam, ez a brunói jégkuki csapatnak a reklámja, ez a Kométa, de én azt gondolom, hogy ez a bordázott mozdonyszekrény, ami itt a Skoda 109N van, ez szarrá szoppatja azokat, akik a reklám maticát fölrakják, mert ennél nehezebbet szerintem nem lehet csinálni, egyébként látszik is, hogy kopik lefelé rendesen. A lényeg, hogy ezek búcsúznak, és szeptembertől elméletileg, ha igazak a hírek, nem fognak hozzánk bejárni, úgyhogy ha tehetitek, még a hátralévő napokban így szeptember elejéig próbáljátok meg megörökíteni, tán hétfő a határidő, de hát a vasútnál az a biztos, ami megtörtént. Úgyhogy most megpróbálunk megörökíteni pár ilyen Skodát az metropolitanok élén, még itt a Váci oldalba. 20 darab készült belőle, 3-3 nemű, és hamarosan nem lesznek. Ennyit kell most még szűkkel tudni róla, aztán majd beszélünk a nap folyamán még természetesen róluk. Nekem annyit... Háttérben egy bérelt AKIMS Taurus, már az új Taurus színterve, remélem, hogy majd a mávosok is megkapják ezt a színtervet. És igen, ez a Kométa, ez a brunói jégkuki csapatnak a reklámja, ugye ez a 17-es Skoda, 380-as, és ha minden igaz, Vectronok lesznek helyettük, gyerekek, tehát fehér Vectronokkal fogják majd elárasztani itt nekünk a Metropolitan vonatokat. Egy korszak véget ér. És amint mondtam, igen, hogy az oldalálló, a matrica, az nagyon-nagyon szépen jön lefelé, de hát ezt a bordázott oldalt, ezt nagyon-nagyon nehéz úgy bematricázni, hogy az légmentes maradjon és fönnmaradjon rendesen. Úgyhogy a Skoda 109-el kijelenthetjük, hogy nem egy reklámbarát mozdony, ennek ellenére fut belőlük reklámos példány, nem is egy, csak azokat nem irigylem, akik ezeket a reklámokat föl kell, hogy rakják. Egyébként a vezetőállásuk borzasztóan szűk, tehát hogy mozdonyvezetővel beszélgettem annó, és mondta, hogy nagyon jó ez a Skoda, meg nagyon klassz, de ezt a vezetőállást, ezt valami Apollo visszatérő egységre méretezték, mert körülbelül annyi hely van ott a járművezetőnek, szóval nem egy tágas nagy tánctér. No, hát most kivételesen leszálltunk Verőcén, árnyék nulla, ura meleg van, viszont full retro az állomás, és itt fog hamarosan átrobogni a Metropolitannal a 17-es Kométa Skoda. Reméljük, hogy nem fogom elcsűrni a felvételt.
stimmel. Igen. Üdes Skoda lett. Skodát láttunk már, hogy Skoda van a kiadásban. Hogy megállt az A betűnél, nem? Igen. Már most sem egyszerű Skodákat videózni, mert a szerelvények fele már most is Vectronnal jár át. És közben van olyan info is, hogy nem most hétfőtől lesz a változás, hanem majd csak később. Nyilván a vasúton az a biztos, ami megtörtént, de hát majd meglátjuk. Kor indult Prágából ez a vonat, gyerekek. 9:44 reggel. És most 16:05 volt Nagymaros Visegrádon. Hát, mint elmondtam az előbb, sajnos Vectron ment befelé, ami azt jelenti, hogy a mai nap, ha Mázlink van, akkor a következő vonat, ami befelé jön, az még lehet Skoda, de a kifele jövő nem a mostani, mert az Vectron lesz, a kifele jövő Skodát még le tudjuk videózni, és ennyi. És ráment az egész délutánunk, közben elmondják, hogy késik. A Budapest-nyugati pályaudvar felől érkező és 16:28 Szumig tovább közlekedő 70-es gyorsított személyvonat előre láthatólag 8 percet késik. Na, akkor előbb jön az, igazad lesz. Na most már G70-et félrerakták előle. Ugyanis úgy jött ki a késés miatt, hogy a G70 meg a Metropolitan pontosan 16:28 ért volna ide mind a kettő, és ez így furcsa lett volna, bár nyilván megoldható, mert van két vágány, és hát tudnak jönni verőcétől egymás mellett, jöhet helytelenbe bármelyik, de hát nyilván ezt nem csinálják azért a Váci vonalon, ennél forgalmasabb a vonal. Szóval, hogyha nagyon nagy Mázlink van, akkor még befele Skoda jön, és ezt a kifele jövőt majd 2 óra múlva még Skodával levideózzuk, és ráment az egész délután. Tehát én lehetséges, hogy így nem föltétlenül változik meg most szeptembertől, de hogy már egész kevés Skoda jár be, ahhoz képest, hogy ez régen mindennapos volt, szinte az összes vonaton Skoda volt, az biztos, és most szép idő van, igaz, hogy meleg, úgyhogy annyira nem baj, hogy eljöttünk, lehet, hogy tényleg megváltozik szeptembertől, de ha nem, akkor senki ne kövezzen meg, előbb-utóbb el fognak tűnni a Skodák még az idei évben, úgyhogy mindenképpen érdemes őket dokumentálni, és aki teheti, az jöjjön ki, meg akit érint ez a téma olyan szempontból, nem az Ikarus fanokra gondoltam nyilván. Megjött a 272-es Metropolitan, 22 perc rosszal. És minden egy vezér, aki ismeri az ártáblát.
Szobállomás 18 óra 20 perc, és mindjárt jön az EC270-es Prága felé elején Skodával. Úgy néz ki, hogy ő most pontosan érkezik majd. Ez pedig itt a 18 óra 57-kor induló Z70-es kis szerelvénye, ezzel fogok majd hazamenni, ha minden igaz. Ott a távolban a hídon túl, az már Szlovákia, ugye az Ipoly a határ, az ott az Ipoly híd, most a vonat nagyjából már Szlovákiában van. Hát ennyi volt mára. Szívesen mondanám, hogy sokkal többet csinálnék, de nem nagyon lehet, mert látjátok, hogy ez most már nagyon vegyes, tehát Skoda, Vectron, Skoda, Vectron, Skoda, Vectron. Hát ha igazak a hírek, akkor hamarosan itt szeptember elejétől ez full Vectronos lesz, de aztán lehet, hogy nem igazak a hírek, és olyan hírek is vannak, hogy csak menetrendváltástól. Majd kiderül, én minden esetre úgy voltam vele, hogy akkor most jöjjünk el és nézzük meg, mert ahhoz képest, hogy mindjárt itt elesek, ahhoz képest, hogy milyen régen járnak be ezek a Skodák, azért olyan sokat nem filmeztem őket, és ennek az az oka, hogy egyébként most kövezzetek meg nyugodtan, de ezek a mozdonyok nekem nem tetszenek. Nem tetszik az egész mozdonyszekrény kialakítása, nem tetszik a szélvédője, nem tetszik, hogy bordázott, és nem tetszenek azok a csúnya hordrugók ott oldalt, amik nagyon feltűnően vannak elhelyezve, úgymond nagyon láthatóan, nem rejtetten. Én szerintem esztetikára a mozdony némi kívánivalót hagy maga után, és igazából én sosem lelkesedtem ezért a típusért, de mint bejáró vonat, és mint így a magyar történelem, vasút történelemnek egy szerves része, hogy ezek évekig bejártak ide, és továbbították a Metropolitan Eurocity-ket. Én azt gondolom, hogy egy ilyen videót legalább megérdemeltek, még akkor is, hogyha mondom, itt most közben volt egy Vectronos páros is, ami valószínűleg már Forda szerint olyan, nem igazából voltunk képbe, mert megmondom össze, hogy megnéztük mi az oldalakon, és kiadás szerint az előző is már, illetve még Skoda lett volna. Aztán Vectronnal jött, van ilyen, és mondom, ha igazak a hírek, akkor valószínűleg, hogy ez egyre gyakrabban lesz így. Na mindegy. Jó, itt szobon én elbúcsúzom tőletek, a Repon támogatás a videó legfelső sorában elérhető, nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki gondolt rám, és aki a jövőben gondolni fog rám, én pedig, mint mondtam, fölugrom ott a 18.57-kor induló Z70-es zónázóra az állomás második vágányán, és visszamegyek a nyugatiba, hiszen Dunavarsenyi még elég hosszú út vár rám innen szobról.
No, még egy búcsúzósnyi gyerekek itt a Nyugatiból, hogyha halljátok a hangos bemondó mellett. Itt áll a Skoda, amit Szobon láttunk bejönni. Majd rá fog állni a 11-en a szerelvényre, közben jön egy panelház. Azt, hogy most miért nem mozdul a Skoda, azt nem tudom nektek megmondani, mert a 11-en ott van a szerelvény, amire elvileg rá fog zárni. De én ezt most itt, ne haragudjatok, nem várom meg, mert nagyon meleg van a Nyugatiba. Az aszfalt az sugározza vissza az egész napi hőt, és kicsit már sok volt mára. A türelem Skodát terem. Én tudom, hogy Szobon elköszöntem, de azért ezt a jelenetet nem hagyjuk ki. Tehát ez akkor azt is jelenti, hogy holnap nem az EC280-as lesz, hanem a Bátori szerelvényével fog majd menni a Skoda. Úgyhogy akkor, amit az előbb mondtam, a Storno. Reggel 5.30-ban senki ne jöjjön ki Skodát filmezni a Nyugatiba, és ne engem szígyjon. Mert az EC280-as szerelvény az itt áll balra most a 11-en, az a szlovák kocsis, az lesz reggel 5.30-kor a vonat. Ez meg a későbbi. Tájékoztatjuk tisztelt utasainkat, hogy pályakarban hallási Normátia 2024. szeptember 8-ától 12-ig a Budapest-Szentlélek-Szeged vasútvonalon vonatkozó módosítványt szeretnék. Isten kérem áldást és szeretetes megszületett Szeged között. És akkor gyerekek, tényleg ez a búcsú jelenet, ezzel most akkor végig elbúcsúzom, végleg, mert most már tényleg nagyon késő van, jók legyetek, és ha néni enged szóhoz jutni, akkor sziasztok, találkozunk legközelebb.